Nagy Marian története emberi nagyságról, kitartásról, küzdőképességről, erős akaratról, hazaszeretetről szól. 1949 és 1958 között testvérével Nagy Lászlóval a páros korcsolyázás megújítói voltak. A nagy testvérpár 1945-ig gyakorlatilag Szombathelyen élt, egy kisebb háborús elhelyezést, a szüleik elhelyezését leszámítva, de az itteni sportéletből nőttek ki. Itt kapták az alapokat ahhoz, amire nemzetközi pályafutásuk során építhettek, és amivel a világ élvonalába kerültek. Barátok, rokonok, tanítványok nagy szeretettel vallanak a műkorcsolyázó nőről. Marian egy nagyon szeretetteljes, közvetlen, kedves egyéniség volt, és az első ölelkezésünk alkalmával személyes barátságával fogadott engem, mint földiét, mint Szombathelyit. A könyv bemutatóra a nagy család is kapott meghívót. Nagy László lánya Budapestről érkezett Szombathelyre. Gyerekkoromban édesapám sokszor elmesélte, hogy mikor a dobogó legfelső fokán állt, hogy micsoda csodálatos érzés volt a magyar himnuszt hallani, hogy borsózott a háta, és ez örökre megmaradt bennem. A sorozat következő része Szegedi Gina kórház alapító életét dolgozza fel. A 10. kötetet március 7-én mutatják be. Ekkor kiállítást és konferenciát is rendeznek.